estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! Nagykunsági Krónika című heti magazin műsorunk külön kiadását látják, melyben levetítjük önöknek Dobos Lászlóval, Karcagváros polgármesterével, dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszterrel és Kovács Sándorral a Jász-Nagykun Szolnok megyei közgyűlés elnökével készített évvégi interjúinkat. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Dobos László, Karcagváros polgármester, akit nagy szeretettel köszöntök stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget, én is üdvözlöm Önt is, és a kedves televízió nézőket is. Polgármester úr, azért hívtuk ma meg egy stúdió interjúra, hogy értékeljük és elemezzük egy picit a 2017-es esztendőt, amelynek már ugye a végén járunk, december van, adventi időszak, aki belép a városba, főleg este, annak szembe tűnik, hogy nagyon-nagyon szép a belváros főleg, ugye, mert föl vannak díszítve lámpaoszlopok, fák újdonságként itt a katolikus templom környékén, illetve új elemek is kerültek elhelyezésre a városban. Örülünk annak, hogy ilyen szép a város advent környékén, karácsony közelettével. Természetesen a célunk az volt, hogy egy karácsonyi hangulatot alakítsunk ki, ez már évekkel korábban elkezdődött, és fokozatosan szépen próbáljuk bővíteni a repertoárt, egyre több középületet és fát, lámpaoszlopot próbálunk kivilágítással ellátni, hogy szebb és hangulatosabb legyen a város, és valóban az a visszajelzés, hogy tetszik az embereknek, örülünk ennek. Hogyha valaki bejön a városba, vagy akár a városlakók közlekednek, főleg a körforgalmak környékén két új díszítőelemmel is találkozhatunk. Mi volt ez a kezdeményezés? Honnan jött az ötlet? Képviselői megkeresés is volt, és úgy gondoltuk, hogy ez két olyan bejövő pontja a városnak, ami valóban szembeötlő, és hát a karácsonyi hangulatot visszük a centrumból kifelé is. Nyilvánvalóan az egész város nem lehet feldíszíteni, hiszen ez egy iszonyatos költségbe kerülne, de a legfőbb pontokat azért próbáljuk ellátni díszekkel. Még egyszer mondom, a karácsonyi hangulatot ezzel is mélyíteni, erősíteni. Gondolom, hogy esetleg még majd a jövőben lesznek még újabb ötletek, kezdeményezések. Tavaly például, ha jól emlékszem, akkor felajánlások is érkeztek arra, hogy újabb díszek kerüljenek kihelyezésre a városban. Esetleg akinek mondjuk majd januárban, februárban, tavasszal lesz rá módja, akkor fogad-e ilyet a város? Természetesen akkor ez a reklám helye. Nyilvánvalóan minden lehetőséget megragadunk, és minden jókedvű adakozót szívesen látunk, tehát hogyha valaki úgy gondolja, hogy ő is hozzá szeretne járulni, mint a korábbi években már jó néhány intézmény és cég tette ezt, akkor azt örömmel vesszük. Polgármester úr, most kanyarodjunk vissza évvégéről évelejére. Tavaly is évvégén beszélgettünk decemberben, akkor már ugye tervezik a következő évi költségvetést. Amikor beléptünk a 2017-es esztendőbe, akkor ha visszaemlékszik, mi volt a koncepció, milyen célkitűzésekkel, tervekkel indult meg a 2017-es év? Mik voltak a legfontosabb feladatok? Hát igen, eléggé kiszámítható azért az önkormányzati munka is ilyen szempontból, mert ugyanolyan, mint az iskolában, hogy van tanévnyitó, tanévzáró, itt is megvan az évnek az eleje, különböző beszámolási időszakok, és természetesen az év elejének a legfontosabb feladata a költségvetésnek a kidolgozása, annak az elfogadtatása. Nem könnyű munka, hosszú heteket kell azért ezen dolgozni, hogy az a költségvetés, ami megalkotásra kerül, elfogadásra kerül, az egész évben lehetőséget biztosítson a gazdálkodásra, a fennmaradásra, az intézmények működtetésére és a többi.
Nyilvánvalóan először azokat a feladatokat veszük mindig sorba, ami kötelezően ellátandó feladat, és vannak azok a feladatok, amelyeket önként vállalunk. Gyakorlatilag itt lehetne szűkíteni, de semmiképpen nem próbálunk ezzel élni, hiszen minden önként vállalt feladat az valamilyen módon színesíti és élhetőbb és jobban tarthatóvá tudja tenni azt az állapotot, hogy egy központi város szerepét töltjük be. Na, itt kell nagyon figyelni, hiszen a fantáziája az embereknek, a képviselőknek is természetesen beindul, de hát itt van egy határ, ami a gazdálkodást befolyásolja, addig kell nyújtózkodnunk, ameddig a takarónk ér, és hát még van egy olyan komolyabb fejezet, ami egy úgynevezett tartalékképzés is, hiszen mindig van olyan előre nem látott gond, probléma, esetleg egy beruházás kapcsán egy kis plusz pénz szükséglet, amire tartalékolnunk kell. Mennyire volt nehéz évünk, tehát hogyan kategorizálná be? Nehéz volt, stabil volt, tudott a város takarékoskodni, ha így visszaemlékszik, vagy visszagondol, illetve ugye tudjuk, hogy bizonyos testületi üléseken mindig elfogadják a költségvetés teljesítését negyed évente. Akkor hogyan teljesített a város a költségvetés tekintetében? Hát mindenképpen egy közepes évnek tekinthető, tehát voltak ennél sokkal keményebb és nehezebb évek is. Ez se volt könnyű, hiszen még egyszer mondom, sok mindent szeretnénk, és nyilván ez a sok minden szeretete, ez anyagi forrásokat is feltételez, de egy közepes évnek mondhatom. Tehát nem voltak olyan feszítő problémák, mint évekkel korábban esetleg előfordultak. Egy nyugodt, közepesen csordogáló év volt a gazdasági, költségvetési szempontból, de ez azt is jelenti, hogy a fejlődésnek megvolt az alap és megvolt a lehetősége. Közepes év volt költségvetés szempontjából, viszont hogyha a tekintetben nézzük az évet, hogy mennyit fejlődött a város, akkor szerintem rekordévnek lehet nevezni, hiszen nagyon sok beruházás kezdődött meg, fejeződött be. Itt beszélhetünk a legkisebbektől a tehát nagy volumenűekig. Hogyan értékeli polgármester úr, mely beruházásokat emelnék ki az elmúlt évből? Így van, a költségvetés az közepes volt, a fejlődés az viszont én úgy gondolom, hogy érezhető, és ezt mindenféle dicsekvés nélkül mondhatom. Na most a kettő nem biztos, hogy mindig párhuzamban van, mert az, hogy ezek a fejlődések létrejöjjenek, a fejlesztések megvalósulhassanak, azért ahhoz egy nagyon komoly költségvetés kell. És hát akkor mondhatnám azt, hogy kirobbanó egy költségvetés, hogyha a fejlesztések is szuper módon haladnának, és még maradna tartalékunk, vagy volna olyan gondunk, hogy hova költsük el a pénzünket, esetleg hány fát tudunk még feldíszíteni így advent környékén. Valóban a fejlesztések azok szépen alakultak, számtalan dolog megépült, megújult, megszépült, valami folyamatban van. Vannak olyan dolgok, amiért éveken, sőt mondhatom évtizedeken keresztül küzdöttünk, mondhatom, hogy ilyen például a kapitányság épületének a építése, hiszen legalább 15 évvel ezelőtt ajánlotta fel a város azt a telket, és nagyon komoly lobby tevékenységet kellett folytatni azért, hogy ez a kapitányság itt felépüljön, köszönet Tóth Farkas Sándor miniszter úrnak ebben az ügyben, de hasonlóképpen a postai csomópont villanyrendőrrel történő ellátása is legalább egy 12 évre nyúlik vissza. Minden évben a költségvetésben itt is elkülönítettünk egy összeget felajánlva, hogyha épül ez a kereszteződés, illetve a kereszteződésben a villanyrendőr, akkor mi hozzájárulunk bizonyos összeggel. De nagyon-nagyon örülünk a vasúti állomás megújulásának. A nagyobbak is fontosak számunkra, de az, hogy például sikerült tataroznunk a idősek otthona, Horváth Ferenc úti részlegének a Kossuth téri részét, az is egy boldogság. A főtérnek a rendbetétele hasonlóképpen.
és hát minden apróbb és nagyobb dolog, ami itt a városban megtörtént. Zajlottak oktatási nevelési intézményekben is felújítások. Mennyire fontos ez a városnak, mi várható még esetleg a továbbiakban, elégedett az elvégzett munkálatokkal? Hát két óvoda megújulása történt meg ebben az évben, a Kinizsi úti óvodának a konyha felújítása történt meg, illetve a Szimó óvodának egy csoportszobával történő bővítése. Nagyon fontos számunkra. Tehát minden nevelési és oktatási intézménynél törekszünk arra, hogy a lehető legjobb körülményeket biztosítsuk a ott nevelődő, tanuló, illetve az ott dolgozók számára. Fontos, hiszen egy példát is mutat azzal egy intézmény az oda járó gyerekeknek, illetve a gyerekek szüleinek, hogy lám, ilyen egy épület, ilyen a felszereltség, azt meg kell óvni, védeni kell, ilyen körülmények között is lehet tanulni. Lesz még folytatás is, hogyha jól tudom. Természetesen minden évben tervezünk valamit, tehát a legkomolyabb ilyen beruházás az a Zöldfú úti óvodának a felújítása lesz, ez topos pályázatból kerül majd felújításra. Ez a Zöldfú úti óvoda valóban óvodának épült sok-sok évvel ezelőtt, és nagyon megérdemli azt, hogy a felújítása megtörténjen. Ha oktatási nevelési intézményekről beszélünk, akkor ugye az nem csak a tanulást jelenti, hanem a sportot és sportterületén is történtek fejlesztések, beruházások a városban. A kettő mondhatom, hogy teljesen összefügg, hiszen nem csak szellemi, hanem a testi fizikai építés, nevelést is meg kell valósítani, akkor teljes a kép. És hát való igaz, hogy a lehetőségeket itt is bőven kihasználjuk. Megépült a műfőes nagypálya, jelen pillanatban is zajlik a varróban a műfőes kispályának a megépítése, de mondhatnám azt is, hogy a sportcsarnok az ablakait cserélik, és olyan szigetelésű lesz, hogy az energia takarékosság szempontjából sem mellékes, úgyhogy úgy lépésről lépésre ezen a területen is szeretnénk előre haladni. Vagy például említhetem a nemrégen átadott, a múlt héten átadott lombsétányt, ami hanem is egy versenysportot, de minimum az egészséges életmód javítását célzó és szolgáló építmény. Reméljük, hogy sokan kilátogatnak majd, és aktívan használni is fogják ezt a lombsétányt, mert megéri megnézni, mert nagyon szép. Az előbb említette polgármester úr, hogy topos pályázat keretében fog a Zöldfa úti óvoda megújulni. Tehát abból fogják finanszírozni a felújítását. Ha toppos pályázatokról beszélünk, akkor mit lehet erről tudnunk? Mit is jelentenek ezek a toppos pályázatok? Körülbelül milyen nagyságrendű összegről beszélhetünk a város tekintetében, és milyen területeken pályázott a város? A toppos pályázatokról mindenképpen tudni kell, hogy egy nagyon hosszú előkészítő szakasz után vagyunk. Gyakorlatilag a másfél-két évvel ezelőtt kezdődtek el azok a közös gondolkodások, amit a megye irányított és szervezett. Ez a topos pályázati rendszer, ez megyei pályázati rendszer. Tehát a megye kapott egy bizonyos összeget, és ezt kellett felosztani a települések között, a megye települései között, olyan módon, hogy mindenkinek lehetőség szerint arányosan jusson, lehetőség szerint ne legyenek duplikációk, ne legyen minden településen mondjuk pálinka főzde, vagy sípálya, mondok egy extrém példát. Tehát ezt a megye a települések vezetőivel összhangban hosszú hónapokon keresztül összefésülte, és amikor kialakult az elképzelés, akkor adhattuk be a pályázatainkat is. Természetesen csak olyan területekre, amire meg voltak hirdetve ezek a pályázatok. Nekünk az volt a célunk, hogy azon túl, hogy a város minél szebb és élhetőbb legyen, lehetőség szerint olyan beruházások is történjenek meg, amelyek munkahelyeket teremtenek és értéket hoznak létre. A legkülönbözőbb területeken próbálkoztunk.
Például néhány példát említsen. Hát most, ami már a tavasszal megvalósításra kerülhet, illetve elkezdődnek a munkálatok, az a Karcag zöld felületeinek a javítását, megújítását célozza, és ha azt mondom, hogy két új játszótér épül meg többek között ebben a pályázatban, akkor az már mindenképpen egy érték. Ez fontos is, hiszen például a Kutenúti óvodának a épület bővítésével az udvara az leszűkült, és mindenképpen lehetőséget kell teremteni a közelben egy játszótér kialakításával, hogy a Kutenúti óvodások egy nagyon modern játszóteret is birtokba vehessenek, de természetesen csak az óvoda rendelkezésére fog ez állni, hanem minden kisgyermek számára. És a program keretében meg fog újulni a főtérnek a keleti része is, úgyhogy reménykedünk, hogy mindenkinek elnyeri a tetszését. De van olyan is, ami valóban a munkahelyeknek a javítását szolgálja, hiszen több cégünknek is a épületeit szeretnénk rendbehozni. Van közötte turisztikai pályázat, sok minden olyan, amire szükség van és hasznos is. És ugye ezt akkor ne úgy képzeljük el, hogy ugye az előbb említette polgármester, hogy van olyan, ami már tavasszal majd megvalósul, vagy elkezdődik. Tehát ugye itt néhány évről beszélünk, amíg mindegyik megvalósul, tehát folyamatában van mindegyik. Ez így van, tehát ez nem egyszerre fog beindulni, az képtelenség is lenne, tehát akkor olyan felfordulás lenne a városban, hogy egy káosz lenne az egész. Egy, kettő, nincs is annyi kivitelező, ami ezt a millió építkezést tudná bonyolítani, tehát ez évről évre mindig meg fog jelenni egy-két olyan pályázat, illetve annak az eredménye a kivitelezés, amit biztos vagyok abban, hogy észre fognak venni az itt lakók. Akkor lesz feladat a következő évekre. Megkezdődik mondjuk a 2018-ban, és ez szépen egészen 2020-ig tart ez a folyamat. Beszéljünk most a városi rendezvényekről, ugye vannak nagy rendezvényeink, ilyen például a Birkafőző Fesztivál. Talán kezdjük azzal, ugye jövőre jubilál ez a rendezvény, mi várható, készülnek-e valamivel, amit esetleg már lehet tudnunk. Valóban a 20. alkalommal kerül megrendezése a Birkafőző Fesztivál, készülünk rá, lesznek újdonságok, nem akarom ellőni ezeket a poénokat, de biztos, hogy lesz olyan, ami tovább színesíti, bővíti ezt az egyébként is nagyon komoly gasztronómiai rendezvényt. Meg is érdemli, hiszen valóban két évtizeden keresztül szórakoztatja a karcagiakat és a környékbélieket, valamint a ide látogatók tömegeit, és nagyon-nagyon komoly híre van. Tehát amerre járok az országban, mindenütt ismerik, és kedvelik, és irigykedve figyelik, hogy egy ilyen kis település hogy tud ilyen rendezvényt lebonyolítani. Egyáltalán milyen az az étel, ami ilyen szinten vonza az ide látogatókat. Rendezvények tekintetében a térség egyik vezető települése vagyunk, hiszen van a városunknak egy rendezvénynaptára is, aki azt mondjuk kinyitja, belelapoz, az majdnem minden napra talál egy hívogató-csalogató rendezvényt itt a városban. Nagyon gazdag a programunk. Azt hiszem, hogy itt a környékben nincs is más ilyen település. Tehát akár egy megyeszéke is megirigyelhetné. Szent meggyőződésem. Nem is kis feladat ez számunkra, hiszen ott kell lenni, de ez a kisebbik probléma, hanem ezt általában finanszírozni is kell. Ebben is szeretnénk majd egy picike kis változtatást csinálni, néhány programot javaslok megújítani. Nyilván a szakemberekkel összeülünk, és akkor ezt átbeszéljük, mert van, amelyik már kezd egy picikét ellaposodni, néhányat érdemes felhúzni, korosztályok és az érdeklődési köröknek megfelelően. Már készül a jövő évi költségvetés tervezete. Most ugye majd lesz egy picike kis pihenő, egy karácsonyi időszak. Hogyan látja a jövő évi feladatok, célkitűzések tekintetében melyek a legfontosabbak, hogyan fog indulni a 2018-as év? Nagyon munkásan, van egy olyan érzésem, hiszen tényleg az említett pályázatokat és egyéb más beruházásokat, fejlesztéseket is
figyelembe kell venni a költségvetés kialakításánál. Nem olyan egyszerű feladat ez, tehát egy családi kaszát sem könnyű megtervezni, de egy településnek a költségvetését meg még nehezebb. És nagyon sok az előre nem látható buktató. Tehát ezeket is mindenképpen be kell venni. Itt a pályázatoknál azért őszintén el kell mondani, hogy ugye említettem, hogy legalább 2 évvel ezelőtt elkezdődött ez a folyamat. Akkor kellett az elképzeléseinket papírra vetni, egy becsült költségvetéssel. Nyilván az eltelt időben azért a különböző árak emelkedtek, akár az építőanyag árak, akár a kivitelezői árak. Tehát ezeket figyelembe kell venni, hogy lehetőség szerint valóban az a műszaki tartalom egy-egy pályázatnál, projektnél megvalósuljon, amit elterveztünk, de a pénzből se csúszunk ki. Tehát itt majd nagyon komoly sakkozás fog bekövetkezni. Jó munkát kívánunk a következő évre. Polgármester úrnak is, illetve a városvezetésnek, az önkormányzat valamennyi dolgozójának. Mit kíván ön a kedves televízió nézőknek a következő esztendőre és így évvégére? Hát mielőtt ezt elmondom, azért én is hagyj fejezem ki köszönetemet a polgármesteri hivatal minden munkatársának, a minden önkormányzati és nem önkormányzati intézmény dolgozójának, hiszen akár az egészségügyben, akár az oktatásban, akár szolgáltatásban, vagy bármilyen területen dolgozók nagyon komoly munkát végeztek az elmúlt évben. Köszönet mindenkinek az odaadó tevékenységéért, így a médiának is köszönjük, a írott és a televíziós médiának egyaránt. Köszönjük. És természetesen köszönöm az országgyűlési képviselőknek, a megyei közgyűlés elnökének az odafigyelését, támogatását, és hát nagyon-nagyon békés és boldog karácsonyt kívánok a város polgárainak, legyen szép ünnepük, jó lenne, hogyha egy kis hó is esne karácsony környékén, és mindenkinek kiváló egészséget és örömet a 2018-as évhez. Polgármesterről köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, boldog karácsonyt kívánunk és boldog új élet. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, már megköszönöm a figyelmüket. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk dr. Fazeka Sándor, földművelésügyi miniszter, városunk és térségünk országgyűlési képviselője, akit szeretettel köszöntök stúdiónkban. Örülök, hogy elfogadta meghívásunkat, miniszter úr. Szép napot kívánok. Lassan eltelik a 2017-es év. Hogy emlékszik, miniszter úr, ez az idei év milyen legfontosabb feladatokkal, célkitűzésekkel indult a magyar mezőgazdaságban? Nem volt igazán jó az indulása a 2017-es esztendőnek, hiszen baromfi influenza, sertéspiaci válság, tejpiaci válság is egyszerre volt jelen. Ez azt jelentette, hogy nagyon alacsonyak voltak például az árak a sertés, illetve a tej vonatkozásában is. Ez aztán változott szerencsére. A baromfi influenza pedig jól tudjuk, hogy különösen a vízi szárnyas kacsaliba állomány tizedelte meg. Az év folyamán is szeszélyes volt az időjárás, aszályos periódus volt, vihar, eső, szél, ez mindig próbára teszi a növénytermesztőket, de végül sikerült egy közepesnél jobb évet kihozni. Ez azért is fontos, mert gyakran mondják, hogy a mezőgazdaság nem teljesített úgy, mint 2016-ban. De 2016-ban évszázados rekordok dőltek, meg az egy nagyon kedvező év volt. És aki termel, aki gazdálkodik, tudja azt, hogy csúcsévek azért nem szokták egymást követni. Általában, hogyha van egy erősebb esztendő, akkor valamivel gyengébb következik, és ez így váltakozik. Hát én bízom abban, hogy az idei év azért egy kellően jó alap arra, hogy a 18-as az sikeres legyen. A agrártámogatásokat időben kifizettük, a külső-belső piac az rendben van, tehát méltányos árakon lehet értékesíteni, keresettek a magyar termékek, nőtt az export is.
arra számítunk, hogy ez a folyamat jövőre is folytatódik. Miniszter úr ugye 2010 óta vezeti az Agrárpárcát, ha így az elmúlt 7 évet értékeljük, akkor az idei év teljesítése a többihez viszonyítva, hogy milyen volt, ugye azt mondta miniszter úr, hogy 2016 az egy rekordév volt, kiemelkedett a többi közül, de a többihez viszonyítva, a többi évhez viszonyítva hogyan teljesített? Ott egy jó esztendőnek is tekinthető, hiszen általában 5 évet kell mérlegel is bocsájtani, de akár 10 év távlatában is úgy látom, hogy ez akár a várakozásokon felülnek is minősíthető. Persze az ember mindig többet vár, hogyha egyik élet a másikhoz viszonyítja. Az elmúlt 8-10 évben a magyar mezőgazdaság helyzete stabilizálódott, köszönhető ez annak, hogy a gazdák is alkalmazkodtak az Európai Uniós támogatási rendszerhez, fejlődött a termelés, technológiában, gépparkban is erősödött a magyar mezőgazdaság, nőtt a foglalkoztatottak száma, mint egy 25%-kal, tehát 50 ezer új munkahely jött létre csak a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban még mint egy 20 ezer. Ez egy jelentős növekedés. Ha azt nézzük, hogy Magyarországon 2010 óta 740 ezer állás jött létre, akkor jól látható, hogy a mezőgazdaság ennek a 10%-át volt képes produkálni. De mondhatok egy másik számot is, hogy 2010-ben mintegy 5000 kistermelő volt, tehát kistermelői élelmiszer előállító, sajtkészítő, kolbászkészítő, lekvár, szörpkészítő, és még jó néhány más műfaj is ebbe a körbe tartozik. Ez a szám most 17 000. Tehát itt 12 000 új állás, új munkahely jött létre. Tehát van egy erősödés, ugye egy ágazat lehet kicsi és versenyképes akkor is, hogyha az nem valami nagy léptékben nyilvánul meg, de itt látszik, hogy az egész mezőgazdaság, az egész élelmiszergazdaság tudott előrébb lépni, és mivel nagyobb is, stabilabb is a jövőt illetően is. Minek köszönhető ez, hogy ennyi új munkahelyet tudtak létrehozni ebben az ágazatban? Itt fontos az, hogy a magyar termékek presztízse az erősödött. Belföldön is többet vásárolnak, az emberek keresik a magyar termékeket, ez pedig megélhetést és állásokat jelent. Itt lényeges szerepe volt a kormány adópolitikájának, a vállalkozások terheit könnyítettük, egyszerűsített adózási formákat vezettünk be. Több olyan támogatás volt, például kedvezményes hitel, amit igénybe tudtak venni. Az agrártámogatásokat, azokat időben ki tudtuk fizetni, különösen az előző ciklusban. És az, hogy haszonbérlethez, földhöz jutottak a termelők, szintén egy mozgásteret bővít, hiszen mintegy 200 000 hektár tudtak megvásárolni. Ami eddig bélemény volt, vagy nem is állt a rendelkezésükre, azt most saját tulajdonként tudják művelni. Tehát ez egy több összetevős folyamat, új piacokat találtunk, a keleti nyitás, déli nyitás, amit egyébként gyakran támadnak, de hát felesleges. Kínában megtízszereztük az exportunkat néhány évvel. Miért támadhatják ezeket a megállapodásokat, illetve nyitásokat? Hát szerintem ilyen önmagukat agrárpolitikusnak kijelölő, meg gazdaságpolitikusnak kijelölő embereknek kell téma, mert helytelenítik azt, hogy a magyar kormány nem csak Brüsszeltől függ, úgymond, hanem más irányokat is keres. Mi nem akarunk senkitől sem függeni. Magyarország önálló állam, és ahhoz, hogy az önállóság a gazdaságilag is megnyilvánuljon, az kell, hogy minél több irányba tudjunk kereskedni, minél több irányok legyenek a gazdasági kapcsolataink, mert akkor nem vagyunk kiszolgáltatva senkinek sem. Elég arra gondolni, hogy Európai Unión kívül a legnagyobb agrárkereskedelmi partnerünk Japán például. És Kínába is folyamatosan nő az exportunk. Ezek ígéretes piacok, fizetőképesek, ott nő a népesség, egyre több pénz van, és minőségű élelmiszert akarnak vásárolni. De ez elmondható Oroszországra, Azerbajdzsánra vagy az arab világra, és korábban egyébként a magyar mezőgazdaság exportált ezekre a területekre. 70-es, 80-as években a Közel-Kelet az az egyik legígéretesebb piaca volt Magyarországnak. Technológiát is exportálunk, Délnyugat-Ázsiába például haltartási technológiákat, vízgazdálkodási, víztisztítási technológiákat. Tehát mindenhova azt, amire szükség van, igyekszünk értékesíteni, mert mindez Magyarországnak bevételt, az embereknek pedig munkát jelent. A szakképzett munkaerő biztosítása érdekében egy egységes képzési rendszert hoztak létre az elmúlt évek során. Hogyan látja, mennyire fejlett ez a rendszer, mennyire igazolta be a terveket? Inkább fejlődési pályára állítottuk, szerintem ez a
pontos megfogalmazás, és szerintem itt szerénynek kell lennünk, mert a munka dandárja az előttünk van, de azt mindenkinek tudni kell, hogy 2015 az oktatási rendszerben, a középfokoktatási rendszerben is már alig volt olyan iskola, ami mondjuk a agráriskolának számított, csak agrárképzést adott volna, mert volt benne némi ipari, vagy kereskedelmi, vagy akár művészeti jellegű képzés is. A SZDSZ-es, MSZP-s oktatáspolitikának az volt a lényeg, hogy minél több gyerek legyen egy iskolában, az mindegy, hogy milyen szakra mennek, és vannak olyan könnyebben elvégezhető szakok, amelyeket a gyerekek nagyon kedveltek, csak nem lehetett vele elhelyezkedni. Mi ezen változtattunk, profiltisztítást hajtottunk végre, átvettük az összes agrárképző intézményt, 62 iskolánk van jelenleg, és a fő profil az a mezőgazdaság, élelmiszeripar, néhány környezetvédelmi, földmérési szakkal, illetve vannak olyan határterületek, mondjuk vendéglátás, ami szintén kapcsolódik a mezőgazdasághoz, de a kereskedelemhez is. Tehát az összes agráriskolában ezek a profilok vannak. És hogyha egy erdészeti iskoláról van szó, akkor tényleg erdészeket képeznek. Ha kertészetről, akkor kertészeket képeznek, nem mondjuk szállodai alkalmazottakat. És ennek is köszönhető, hogy meg tudtuk őrizni a gyermeklétszámot, tehát kb. 20.500 gyermek van, miközben általában csökken a gyermeklétszám. Vannak iskoláink, amelyek megteltek, tehát bővítésre szorulnak, különösen az ország déli részén, és a szakmákat is úgy igazítottuk a keresletekhez, hogy a gyerekeknek legyen elhelyezkedési lehetőség. Elég arra gondolni, hogy a mezőgépgyártók szövetségével egy szoros együttműködésünk van. A gépész tanulóknak a számát megdupláztuk 3 év alatt, 4 év alatt, és el is tudnak helyezkedni, mert ma a mezőgazdaságban már hiány szakmák vannak. Kerestek kertészt, állatgondozót, mezőgépészt, traktorost, kombánykezelőt. Ezek ma már olyan gépek, több 10 millió értékűek, komoly szaktudást követelnek meg. Tehát már régen túllépett a mezőgazdaság, hogy azon a korszakon, amikor az MTZ volt a technológiának a csúcsa, még ma is van belarusz traktor, de megjelentek a nagy gépek, a precíziós gazdálkodás, a különböző számítógépvezérelt technológiák, kombájnok, traktorok, vetőrendszerek, növényvédő rendszerek, vagy géprendszerek vannak gyakorlatilag a mezőgazdaságban, és ehhez kell igazítani a képzést is. Ez egy folyamatos alkalmazkodás jelent. Az intézményrendszer felújítása az megkezdődött, hatalmas munka, ez itt a Karcagon is jól látható, de Kenderesen, vagy Gyomendődön, tehát a legkülönbözőbb iskolákban itt a környéken mindenhol dolgozunk azért, hogy a gyermekek kulturált körülmények között korszerű tudáshoz tudjanak jutni. Egyre több fiatal gazdálkodik. Milyen támogatásokkal tudják őket segíteni, és a jövőre vonatkozóan a témakörben milyen terveik vannak, amellyel még több fiatal ösztönöznek majd arra, hogy gazdálkodjanak? Generációváltás van a mezőgazdaságban, ez jól látható. Van külön egy fiatal gazda támogatás, ezzel 10.000-es nagyságrendben értek az elmúlt években, de például a pályázatoknál, különböző vidékfejlesztési programoknál, és plusz pénzt kap az, aki mondjuk fiatal gazda, vagy biogazdálkodással foglalkozik, fiatalok fogékonyak ebben az irányban, és a föld értékesítéseknél is, erővásárlási jogtán is kedvezményezettek. Hát most a értékesített mintegy 200.000 hektár földnek közel 40%-át fiatal gazdálkodók vették meg, tehát látják a jövőt a mezőgazdaságban. Az ő segítségre szolgál az, hogy a gazdapiacokon viszonylag egyszerű feltételek mellett lehet árusítani, értékesíteni. Gyakorlatilag nem volt kézves élmiszer termelői piac, kis termelői élelmiszerpiac Magyarországon 2010-ben, most mintegy 300 van. Ez is elősegíti azt, hogy amit megtermeltek a fiatal gazdák, azt tudják értékesíteni közvetlenül a lakosságnak. Tehát vannak olyan közvetlen támogatási formák, amelyekkel tudtak élni. Minden évben különböző kampányokat indítanak különféle élelmiszerek fogyasztásának a népszerűsítésére. Ugye most a karácsonyi ünnepi időszak van, ez a halfogyasztás népszerűsítésének az időszaka. Ez néhány éve tart ez a kampány. Hogyan látja, miniszter úr, egyre több halat fogyasztunk, főleg így karácsony környékén, illetve ez milyen hatással van az éves halfogyasztásunkra? Ugye már itt, bocsánat, itt Karcagon is lehet azzal találkozni, hogy már a piacon is lehet halat vásárolni így az ünnepek közelettével. Hát ez egy örvendetes dolog, és minden szezonban vannak olyan
ennivalók, amire érdemes odafigyelni, hiszen a régi paraszti világban is megvolt a szezonalitás, amikor termet vagy amikor a legjobb volt, akkor fogyasztották, amikor egy ünnephez kapcsolódott, akkor fogyasztották az adott élelmiszereket, és ezt igyekszünk megtartani és visszahozni. Különösen egy olyan világban, amikor gyakorlatilag minden évszaktól függetlenül bárhol kapható, mert a multi láncok ezt lehetővé teszi. A halfogyasztás például 2010 óta egyharmadával emelkedett. De a többi kampány is, a sertés, alma, a nyúl kampány volt közben, a méz, mézes reggeli, mind azt a célt szolgálja, hogy a magyar termékre irányítsuk rá a figyelmet. És az az igazság, hogy itt nem egy magyar találmányról van szó. Valaki, meg nem kell messzire menni Ausztriába, szétnéz, mondjuk a spárga idején, akkor mindenhol spárga van. Akkor a spárga betakarítása aktuális. Az összes étteremben az van az étlapon, ősszel van mátonnap, akkor mátonnapilúd, amikor szüret van, akkor előtte vannak olyan bornapok, hogy kisöplik a készletet a pincékből, és így tovább. Ez minden országban egy bevált gyakorlat. És hogyha mi azt akarjuk, hogy a termelők boldoguljanak, meg mi is jó minőségű élelmiszerhez jussunk, akkor ezen a lehetőséggel érdemes élni. Ilyenkor az adott termék sokkal nagyobb választékba, gyakran frissebben van a piacon, mint egyébként a szezonon kívül, de arra törekszünk, hogy ezeket a szezonokat lehetőleg kinyújtsuk, tehát minél hosszabb legyen, hiszen a hal az egy karácsony környéki étel, de már novemberben elkezdtük ezt a kampányt, hogy az emberek vásároljanak, és tényleg nagyon finom, jó minőségű magyar halhoz jussanak. Egy tanúsító védjegy is indult most az útjára, remélem, hogy jövőre ez már itt Karcagon is jól látható lesz. Ez milyen célt szolgál ez a védjegy? Ez a vásárlónak segít, ott van egy halpult, akkor látja, hogy ott van a minőségi magyar hal, és akkor így meg tudja különböztetni a tengeri haltól, vagy más importtól. Egyébként konzervekre nem terjed ki például. De itt is voltak bírálatok, hogy miért foglalkozik ezekkel ilyen sokat a tárcát. Nekünk el kell adni azt, amit megtermeltünk, mert önmagában, hogy termel valaki, az még kevés az üdvösséghez. Értékesíteni is tudni kell. És ahhoz, hogy értékesítsünk, meg kell tudnunk különböztetni a külföldit, a belfölditől és a minőségit a kevésbé minőségitől. Egy ilyen védjegy garantálja azt, hogy nyomon követhető a termék, tehát a tótól az asztalig, hogy az hol termelték, hol dolgozták fel, rendben van-e a feldolgozó, a minőségi előírásoknak megfelel az a adott hal, és aki ilyet vásárol, biztos lehet afelől, hogy jó ennivalóhoz jut. Ha mégse lenne valami rendben, akkor pedig megvan az a pont, az elérhetőség, ahova jelzéssel tud élni, és a minőségi védjegy tanúsítványba bekapcsolódók garantálják, hogy ilyenkor visszaveszik tőle a terméket, tehát garanciát is vállalnak. Ezek nem túl egyszerű rendszerek, de megéri mindenkinek. A vásárló is jól jár, és a termelő is biztos lehet afelől, hogy ő egy olyan polcon van, egy olyan minőségi polcon van, ahol méltányos jövedelemhez tud jutni, és a presztízse is emelkedik. És hogyha már a tengeri halról beszélünk, itt már voltak kritikák, ugye, hogy mi meg akarjuk különböztetni, meg az emberek nem tudják maguktól megkülönböztetni, hát próbálj meg, valaki van mondjuk egy fagyasztott halpult, és ott van benne 40 féle hal, nem mindenki foglalkozik a hal törzsfejlődésével, halak törzsfejlődésével, meg a különböző fajta választékokkal. Nekünk igenis segítenünk kell, hogy megtalálják a megfelelő termékeket, mint ahogy a pályaudvaron is van egy irányító tábla, hogy erre van a kijárat, vagy arra van a vágány. Itt nekünk is az embereket segítenünk kell, és erre a védjegy, a tanúsítvány, az, hogy nyomon követhetőek a termékek, a többi termék kategóriánál is nagyon hasznosak. Elég arra gondolni, hogy a méznél például most bevezettek egy olyan üveget, amin a Magyar Méhészeti Szövetségnek az emblémája látható az ország térképével együtt. Tehát aki ilyen üvegbe töltött mézet vásárol, az biztos lehet afelől, hogy magyar termelőtől származik. Ha a halról beszélünk még egy picit, akkor ugye a halról tudjuk, hogy egészséges hús, és olcsóbb is, mint mondjuk a többi húsféle, amit lehet vásárolni, és most az áfáját csökkentik is. Csökken az áfa, és ez elősegíti azt, hogy egészségesebben tudjunk. Csökken az áfa, és ez elősegíti azt, hogy egészségesebben tudjunk táplálkozni. Hát 27,5%-ra 5%-ra fog lemenni az áfa. Én bízom benne, hogy az árak ezt azonnal fogják követni. Hozzátéve az, hogy a hal is egy gyűjtő fogalom. Tehát vannak drágább, ritkább halak, és vannak olyanok, amelyek tényleg nagyon méltányos áron hozzáférhetőek. Magyarországon a pont ilyen.
a pontja magyar halfogyasztások a 60%-át jelent. És külsőt az alföldi emberek azok vagyunk, ugye szeretik a halászlevet, hát azt pont nélkül nehéz elkészíteni. Melyek a 2018-as év legfontosabb célkitűzései a magyar mezőgazdaság tekintetében? Belföldön egyértelmű a feladat eredményesen termelni, az őszi munkákat sikerült elvégezni. Most itt egy hatalmas eső volt, lehet, hogy már nem is kellene több egy darabig, tehát egy szolid térre kellene, hogy számítsunk, és utána arra, hogy az átendenciák is biztatóak lesznek, és tudunk termelni. A agrárpolitikában a legnagyobb kihívás az új közös agrárpolitika, hiszen most van egy bejáratott rendszer, Brüsszelből területalapú támogatások, vidékfejlesztési támogatások, a különböző állattartás segítő, állatjóléti, állategészségügyet biztosító támogatások. Ezt a rendszert szeretnénk fönntartani, tehát Magyarországnak az az érdeke, hogy a támogatásoknak a szintje és a szerkezete ne változzon. A termelők már begyakorolták, megszokták. Nem egy egyszerű rendszer, bürokratikus, szigorúan el kell számolni minden forinttal. De hozzátartozik a támogatások fő haszonélvezője a lakosság, a vásárló, hiszen hogyha nem lennének támogatások, a minőségi élelmiszer drágább lenne. Ez törvényszerű dolog. Ezt a rendszert kell megvédeni, erről komoly viták várhatóak. A viták két vonatkozásban már megkezdődtek. Az első lépések már mögöttünk vannak. Az egyik az, hogy mennyi lesz az a pénzügyi keret, amit föl lehet használni. Nagy-Britannia kivált, az unió válságban van, migránsok árasztották el a kontinenst. Ez behatárolja azt, hogy az országok milyen pénzügyi lehetőségekkel bírnak. A másik pedig az, hogy valamilyen plusz feladat jön-e, miközben a pénzügyi keretek azok nem nőnek, valamilyen plusz feladatot még be kellene vállalni. Környezetvédelemben, természetvédelemben, migránsok letelepítésében. Ezekről a témákról a jövő év első fél évében már jól látható vita és eredmények várhatóak. Én arra számítok, hogy jövő ősszel már biztosabban látjuk, hogy mi lesz 2020 után, ami távolinak tűnik, de a valóságban nagyon hamar itt van, hogyha belegondolunk, hogy egy-két termelés év, és utána már a új feltételekkel kellene szembesülni, vagy ami jobb lenne, hogyha maradna a mostani rendszer, nyilván finomításokkal, utánigazításokkal. Sikeres volt a nemzeti konzultáció, ugye több mint 2.300.000 ember küldte vissza a kérdőíveket. Mi ennek az üzenete gyakorlatilag ennek az eredménynek? A legfontosabb az, hogy Magyarország Magyarország maradjon. Mi nem akarunk vegyes társadalomban élni, ahova idegen kultúrájú, más kontinensekről származó emberek milliói települnek, illetve telepítenek be. A magyarság számára a fennmaradás szempontjából ez a legfontosabb kérdés, és látszik az, hogy a tudósítás, mint a hadi jelentések formáját öltenék. Mi ki akarunk maradni ebből a terrortámadásokkal, bűnözéssel, felfordulással tartított nyugati folyamatból. Lehet, hogy ők ezt jónak tartják. Itt is látszik, hogy azért komoly viták zajlanak, hogy tényleg mennyire üdvös ez az adott országok számára, de Magyarország és jó néhány közép-kelet-európai ország azon az állásponton, hogy mi a saját utunkat akarjuk járni. Miniszter úr, feladatai mellett ugye a hármas számú választókerület országgyűlési képviselője is rendszeresen járja a körzetét, a körzete településeit, számos rendezvényen részt vesz, amit ugye mondjunk el, hogy azért hetente több ilyen rendezvény is van itt a körzetben, illetve figyelemmel kíséri a körzetében zajló felújításokat, beruházásokat, pályázat megvalósulásokat. Éppen a napokban néztük meg itt a Karcagon futó beruházásokat. Mit tapasztalt miniszter úr, elégedette a látottakkal, a fejlődéssel? Télen is zajlanak építkezések. Én örülök annak, hogy a rendőrség elhelyezésének évtizedes problémáját sikerül megoldani, de például a tornaterem ablakainak a cseréje is már 1990-ben is fölmerült, akkor is alagút volt az a üvegablak, ami hát átengedte a hideget, a meleget pedig bent tartotta, de soha nem volt rá pénz. Nagyon nagy költségek ezek, és mindig másra kellett. Örülök, hogy sikerül megoldani akár a rendőrséget, akár a nyilázáró cserét, de a körzet más pontján is folynak beruházások, például a Bátszalókon egy olyan
úszoda, épül egy tanúszoda, ami a turisztikai szezonban is használható. Én több beruházásra számítok, és a jövő évben útfelújítások is lesznek, energetikai fejlesztések, itt például a Szent Annaiban indul egy program. Hát bízom benne, hogy a következő esztendő még több fejlesztés hoz, mint a 17-es, amely mögöttünk van. Én ezeket figyelemmel kísérem, én itt élek, én most is a hétvégén itt tartózkodom, hétközben pedig ahova a kötelesség szólít, de a körzettel a kapcsolatom az folyamatos, és ez így lesz a jövőben is. Turisztikai beruházásokat említett miniszter úr is, itt Karcagon is a múlt héten adták át a Lomkorona tanösvényt. Egy újabb színfolt, én buzdítok mindenkit arra, hogy nézze meg ilyen a lehetőséggel. Még télen is nagyon eleven az erdőipp, jó múlt korábban egy harkályt kaptam el ott a tanösvényen. Ez lehetővé teszi azt, hogy a fák magasságáig fölmenjünk, tehát nem csak a talajról látjuk az élővilágot, hanem magasabbról is, és különösen a tavasz tartogat szerintem kellemes élményeket. De folyamatban van a milánói pavilonnak a telepítéseit, még az előkészítő munkálatok zajlanak, és tárgyalunk jó néhány befektetővel az ipari partnál is. Miniszter úr, mit kíván a kedves televízió nézőknek a jövő esztendő tekintetében? Hát, évvége közeledik, én áldott békés karácsony, boldog új évet kívánok mindenkinek. Kívánom azt, hogy minden karcagi, nagykósági, középtiszavidéki család, minden magyar ember családi körbe, békében a magyar és keresztény értékekre figyelemmel azok jegyébe töltse az ünnepet. Becsüljük meg ezt a világot, amely a miénk, a mi magyar világunkat. Azt mondta nekem egy barátom, aki külföldön, hogy nem is tudjuk azt, hogy milyen értéknek vagyunk mi a birtokában, hogy az a szerény biztonság és az a háttér, amit a erős magyar állam jelent, az mennyire sok és mennyire fontos, és hogy mennyire hiányzik ez már a kontinens más részein. Ezen dolgok jegyében, ezekre odafigyelve, ezeket értékként megőrizve kívánok boldog új esztendőt, kellemes ünnepeket minden kedves nézőnek. Miniszter úr, áldott karácsonyt és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk önnek is, és önöknek is, a családjának is. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és visszavárjuk majd egy következő interjúra. Köszönöm. Kedves nézőink, már megköszönöm a figyelmüket. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke, akit egy évértékelő beszélgetésre hívtunk ma meg a stúdiónkba. Szeretettel köszöntöm, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszöntöm én is a televízió nézőket. Évvége van, elnök úr. Kérem, tekintsünk vissza arra, hogy hogyan is indult a 2017-es esztendő, melyek voltak a legfontosabb feladatai a megyei közgyűlésnek. Hogyan látja, hogyan valósultak ezek meg? Egy nagyon mozgalmas év volt, talán az év elején azt mondtam, hogy most érnek be azok a munkák, amiket elvégeztünk az elmúlt 4 évben, és ez be is igazolódott, hiszen az 54 milliárd forintnyi fejlesztési pénz, amit a megyébe érkezett és a megyének kellett, nekünk kellett szétosztani a település között, ezeknek már 90%-a a településeknél van. Én nem is gondoltam, hogy ilyen gyorsan fognak ezek a programok folytatódni. Ahogy a pályázatok ki lettek írva, pályázatok beadásra kerültek, értékelésre, és már az államkincstárát is utalta az önkormányzatok számláján, a nyertes önkormányzatok számláján ezt az összeget, és kezdődhetnek a beruházások. Természetesen előtte a közbeszerzés, a műszaki tartalomnak az átnézése, és ahogy a közbeszerzés lezárult, szerződéskötés lezárult, már van olyan program, már 2, ami ezekből az összegekből megvalósult. Ugyanezek még a kisebbek, de tavasszal, nyáron nagyon sok beruházás lesz Karcagon, és itt a környékén is ezekből az összegekből. Toppos pályázatokról beszélünk most. Ez az 54 milliárd forint, amit a megye kapott, ez országos viszonylatban hol helyezkedik el körülbelül? Ez a megye lakosság arányához és fejlettségéhez lett mérve, mivel Jász-Nagykun-Szolnok megye területben, lakosságban a középmezőnyben van, így ez az összeg is nagyjából a középmezőnyben tehető.
vannak a Dunántúli nyugati régióban, Nyugat-Magyarországon fejlettebb megyék, ők ebből az összegből kevesebbet kaptak, ennyivel kapott Jász-Nagykun-Szolnok megye többet, hiszen nekünk azért van még hova felzárkóznunk. Megyei közgyűlés elnökeként járja a megyét, ugye hogyan látja, vagy hogyan oldották ezt meg, hogy a megyének mely területei azok, amelyek több befektetést úgymond igényeltek, tehát melyek azok, akik ebből a pályázati pénzből többet kaptak? Hát úgy igyekeztünk, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy van a megyének azért gazdaságilag nagyon erős húzó része. Ez a Jászságnak az északi része, hiszen itt van az Electrolux, a Samsung, most épített gyárat a ThyssenKrupp, de ezen kívül több nagy nyugati cég is ide tette a székhelyét. Szolnok környéke egyre jobban fejlődik a gazdaságba, tehát ha azt akarjuk, hogy a megye keleti része is felzárkózzon, akkor a megye keleti része és a déli részére több pénzt kell költeni. Így a területi operatív programokból, ezekből a topos programokból úgy igyekeztünk, hogy kicsivel több jusson a keleti és a déli részre, a megye keleti és déli részére, és kevesebb az fejlettebb szolnoki és északjárságú térségre. Én azt gondolom, hogy ezt a kiegyenlítést próbáltuk ebbe a programba is megvalósítani. Milyen lehetőségei voltak az egyes településeknek, akik ugye mondjuk nem tudnak sokat ezekről a pályázatokról? Mire lehetett pályázni? Hát rengeteg, legalább 19 típusú pályázat volt. A bölcsöde, az óvoda, az út, a járda felújítás, energetikai beruházások, ipari park, zöldváros, tehát az élhetőbb környezet megvalósítása, roncsolt ipari területeknek a rendbetétele, ami hogy valamilyen szennyező ipar volt, és annak más funkciót találjanak, tehát nagyon sok pályázati lehetőség volt, belvíz, csatornázásra összegek, 19 féle pályázati lehetőség volt, és hát, mint már említettem, az volt a szerencse, hogy elő tudtuk készíteni rendesen ezeket a pályázatokat. Tehát 4 évvel ezelőtt a települések vezetőivel több körbe leültük. Elmondtuk, hogy mennyi az összeg, mire lehet pályázni, kinek milyen igénye van. És így állítottuk össze a pályázatokat is, az igények alapján és a lehetőségek alapján. Ezért van az, hogy nagyon kevés olyan önkormányzat van, aki beadott egy pályázatot és nem nyert. Hiszen olyan pályázatok vannak, amiket már jó előre megbeszéltünk, kidolgoztunk, és azt gondolom, hogy meg is valósíthatóak ezek. Ön ugye Karcagon él, innen jár be Szolnokra minden nap dolgozni. Ha Karcag tekintetében vizsgáljuk meg ezeket a pályázatokat, akkor itt melyek kaptak tőkét, és melyek azok a beruházások, amelyek ön szerint nagyon fontosak lesznek a közeljövőben, amelyek ezekből a pályázatokból valósulnak meg? Régi dolog, Karcagon nagyon sokan kerékpároznak. A kerékpárutak rendbetétele, a régi kerékpárutak rendbetétele, újak építése mindenképpen nagyon fontos Karcagon. Mindenképpen fontos, amely kicsit talán még lehet, hogy csúszik, a stranddal szemben lévő volántelepnek a kiköltöztetése a városon kívülre, és azt a területet bevonni egy parkos résszel, ipari park fejlesztése tovább fog folyni, és hát örömmel látom, hogy haladnak azok a beruházások, amelyek már ebbe az évbe kezdődtek el, de jövő évbe fejeződnek, a rendőrkapitányságnak az építése, gőzerővel folyik, óvodákat újítottunk fel itt Karcagon. Én azt gondolom, hogy egy dinamikus, fejlődő útra lépett Karcag, és ez még folytatódni fog, hiszen ezekből a toppos forrásokból szinte még alig költöttünk el valamit. A jövő évre és az utána lévő évre várhatók azok a fejlesztések, amiket Karcag megnyert. Körülbelül 2,5 milliárd forint, amik ilyen összegekből Karcagra jöttek. Én azt gondolom, hogy látványos lesz a fejlődés. Hogyan látja a Karcag fejlődését az elmúlt évek tekintetében, az elmúlt időszak viszonylatában? Mennyire élhető ez a város? Hát szét kell bontani a vágyainkhoz képest, rengeteget tudnánk még fejleszteni. Tudjuk azt, hogy mi az, amit fel kellene újítani, mi az, amit javítani kellene, de a realitásokat tekintve én azt gondolom, hogy az egyik legszebb és legélhetőbb város
karcog az egész környéken. Nem lehet eltekinteni attól, hogy az Alföld közepén van, milyen fejlett ipar van, milyen fejlett gazdaság, de azt látom, hogy a Nagykunság fővárosaként én büszke vagyok arra, hogyha idejövünk a főtérre, vagy valaki ide látogat Karcagra, azt mondja, hogy egy nagyon szép, nagyon hangulatos város, és hát nem tekinthetünk el attól, hogy nekem a szívem csücske, hát én karcagi vagyok, és azt gondolom, hogy minden karcaginak ez a legszebb és a legjobb hely. Ezért volt az, hogy én 11 éve minden nap bejárok Szolnokra, nekem eszembe nem jutott Szolnokra beköltözni, hiszen Szolnok egy nagy város, de igazából aki karcagi, az Karcagon szeret élni, és aztán így lesz ez ezután is. Az elmúlt időszakban ugye számos beruházás valósult meg Karcagon. Önnek három gyermeke van, három kiskorú gyermeke, járják a természetet, sportolnak, közösen eltöltik a szabadidejüket, a közelmúltban átadták a futópályánál a lombkorona sétányt. Hogyan látja ezt a fejlődést itt a városban? Én egy kicsit megdöbbentem, mert láttam a terveket, láttam az elképzeléseket, de amikor az ember a futópályánál látta az erdőbe ezt a lombkorona sétányt, akkor azt gondoltam, hogy na hát, Karcagon is van olyan természetközeli kiránduló hely, amiben bele se gondoltunk. És el van rejtve a sportpálya melletti erdőbe a futópályánál, de egy csodálatos. És alig várom, hogy egy kicsit kizöldüljön a természet, és a gyerekekkel ki tudjunk menni. Hiszen ilyenkor, amikor kicsit hideg az idő, kicsit sáros az idő, nem olyan jó, de csodálatos. Én azt gondolom, hogy aki még nem látta Karcagon ezt a lombkorona sétányt, érdemes megtekinteni, mert bele se gondolunk, hogy micsoda kincset tud rejteni az a kicsi erdő a sportpálya mellett. Én azt gondolom, hogy turisztikai látványosságnak sem lesz utolsó, de nagyon élvezni fogják a karcagiak, gyerekek, fiatalok, idősek, hiszen csodálatos és nagyon látványos beruházás. Ha már a turisztikáról beszélünk, akkor ugye itt a megyében van a Tiszató, és itt is fejlődésnek indult, vagy az a terület is, az a rész is fejlődésnek indult, hiszen egyre több beruházás valósul meg ott is. Hogyan látja ezt a fejlődést? Így van, van egy nem évtizedes, hanem több évtizedes, de lehet, hogy évszázados lemaradása is ennek a térségnek, amit lassacskán be kell hozni. Az elmúlt 20 évben elmaradtak a turisztikai beruházások itt a környéken. Mindenhol hatalmas gyógyfürdőket építettek, mindenhol nagy kempingeket, szállodákat. Valahogy ez a térség kimaradt az elmúlt 20 év fejlesztéséből, és most a Tiszató környékén az összes strand fel lesz újítva, kikötők, lakóhajós kikötők lesznek, infrastruktúra lesz fejlesztve. És itt a legfontosabb, van egy kisköre Abátszaló közötti Tisza híd, amely 130 éve épült, és már olyan műszaki állapotban van, hogy lehet, hogy néhány év múlva be kellene zárni. És döntött a kormányzat arról, hogy teljes mértékben fel lesz újítva. Most volt a sajtótájékoztató, a közbeszerzés kiírásra került, lehet, hogy a napokon belül győztest is hirdetnek, és az a híd, amely közlekedés történeti emlék, hiszen az a különlegessége, hogy egyszerre, nem egyszerre, hanem felváltva van rajta vasúti és közúti közlekedés, ez már Magyarországon csak egyetlen ilyen híd, ez teljes mértékben fel lesz újítva, gyorsabban tudnak rajta a vonatok, gyorsabban tudnak rajta személykocsik lenni, és ez már a Tiszató és a környéknek a nagy infrastruktúrai beruházásai közé tartozik, utána már a rávezető utak felújításának meg kell történni. Én azt gondolom, hogy körülbelül egy 30 kilométerre vagyunk a legdinamikusabban fejlődő turisztikai régiótól Karcag, ebből a szempontból is szerencsés ez a terület, és ilyen szempontból is fejlődni fog az elkövetkezendő időszakban. Ha turisztika, akkor összekapcsolhatjuk azzal, hogy biztonság, tehát egyre több ember, hogyha jön a környékre, akkor egyre fontosabb az, hogy biztonságban érezzék nem csak a lakosok magukat, hanem azok is, akik ide ellátogatnak hozzánk. Említette az imént, hogy Karcagon épül az új rendőrkapitányság épülete, aminek szerintem mindenki, nem csak a rendőrök, hanem az egész város nagyon örül, és a napokban a karcagi rendőrkapitányság új autókat, új gépjárműveket kapott. Így van, nagy öröm számomra az, hogy javulnak a bűnüldözési statisztikák. Egyre kevesebb bűncselekmény van, és azok közül is, amik megtörténnek, egyre többet
derítenek fel a rendőrök. Az utóbbi 6 évben folyamatosan javultak ezek a statisztikák. A rendőrök kihozták a személyi állományból, a meglévő lehetőségekből a maximumot. Most már az államnak kell hozzájárulni ahhoz, hogy fejlessze a technikát. Fejlessze a rendőrkapitányságot, az új gépjárműveket, hiszen ha emlékszünk rá, 11 néhány évvel ezelőtt lerobbant járművekkel közlekedtek a rendőrök. A benzinkorlátozás miatt megvolt az, hogy hány kilométert mehettek, nem járóerőzhettek annyit, amennyi szükséges volt, ezek már megszűntek. De nagyon fontos az is, hogy a technikai lehetőségeket a rendőrségnél emeljük. Az is fontos ilyen szempontból, hogy Karcagon nagyon sok kamerát szerelnek fel az önkormányzat fejlesztésében, és még biztonságosabb lesz a város, még biztonságosabb lesz a térség, és hát ezt a biztonságot nekünk meg kell őrizni, hiszen láthatjuk a nemzetközi helyzet alapján, hogy ez nem mindenhol így van. Betontömbök vannak a karácsonyi vásárokon, mert teherautóval hajtanak be, robbantanak, késeléses merényletek vannak. Ehhez képest Magyarország szerencsére a béke szigete. De ez annak köszönhető, hogy a kormányzat 2015-ben eldöntötte, hogy a migrációt meg kell állítani, felállította a határkerítést, nem csak a kerítést állította fel, hanem gondoskodott az őrzéséről is, hiszen a határvadászok képzése, felvétele, ez megtörtént. Nagyon sok rendőr, még karcagi rendőr és a környékről is teljesítettek szolgálatot, még mindig kell szolgálatot teljesíteni, és én azt gondolom, hogy ez a biztonság szempontjából nagyon fontos. De a biztonság nem magától érthetődő, és nem magától érthetődő az, hogy mi nyugodt körülmények között élünk. Hiszen láthatjuk a sajtóban, televízióban, hogy az Európa Parlamentben és Nyugat-Európában, de még Amerikában is vannak olyan emberek, akik azt gondolják, hogy a migráció megállíthatatlan, és nem csak az, hogy megállíthatatlan, hanem jó, és próbálják a betelepítést és a kötelező betelepítést Magyarországra ráerőszakolni. A magyar emberek erről már döntöttek. Volt egy népszavazás, és legutoljára a nemzeti konzultáció, ami több mint 2 millió ember küldte, és egybehangzó válasz alapján kinyilvánította, hogy nincs szükség betelepítési, kötelező betelepítési kvótára. A magyar emberek pontosan el tudják dönteni, hogy kivel szeretnének élni, és kivel nem szeretnének élni. És hát látjuk azt, hogy azok, akik ide különböző afrikai, ázsiai embereket akarnak betelepíteni, azok nem nyugodtak. Soros György szervezetei, civil szervezeteknek átszázott szervezetei különböző nagyvárosokban már megjelentek. Nagy pénzekkel, segélyeket osztanak, adományokat adnak, és próbálják győzködni az embereket arra, hogy ide mindenképpen felső plafon nélküli migráns betelepítést kell tenni. Én azt gondolom, hogy a magyar kormány és Magyarország ebben egyetért a lakossággal, és azt gondolom, hogy, mint ahogy mondtam, hogy Karcagon is el tudjuk dönteni, hogy ide kik jönnének, kik ne jönjenek, így az országban is el tudjuk dönteni. A napokban ismét egy átadóra fog sor kerülni, ha már a fejlesztésekről beszéltünk az előbb, hiszen a NAV iroda az új helyre költözik a kormányablakba. Így van. Én kicsit szkeptikus voltam azzal kapcsolatban, amikor néhány évvel ezelőtt azt mondták, hogy a kormányablakban gyorsan, szinte minden hivatali ügyet el lehet intézni. Én akkor azt gondoltam, hogy ez lehetetlen, hiszen én úgy töltöttem életem jó részét, hogyha egy hivatalos ügyet el kellett intézni, akkor egyik helyről mentünk a másikra, megadták a határidőt, utána küldtek a következő helyre, a kormányablakban nagyon sok dolgot el lehetett intézni, és most már az adóügyeket is el lehet intézni. Én azt gondolom, hogy ez a fejlődés jó iránya. Csütörtökön van az átadás, Karcag fejlődni fog minden tekintetben. Én azt gondolom, hogy a gyorsuló fejlődés a 21. században az a lemaradás, ami a 21. vagy 20. század közepétől, második felétől Magyarországot sújtotta, annak jó részét be fogjuk hozni, hiszen emelkednek a bérek, egyre jobban láthatja és számíthatja ki mindenki a jövőt, mindenki léphet egyet előre, és biztos vagyok benne, hogy a jövő év is sokkal sikeresebb lesz, mint az idei. És ez jó néhány évig így fog folytatódni. Ha már a jövő évről beszélünk, akkor mindenki tudja, hogy 2018 az országgyűlési képviselő választás
éve, hiszen tavasszal erre majd sor kerül. Nyilvánosságra hozták, hogy a Fidesz-KDNP hármas számú választókörzetében ön az országgyűlési képviselőjelölt. Ehhez gratulálunk. Milyen tervei vannak? Igen, nagyon nagy feladat és nagyon nagy megtiszteltetés, hiszen nekem egy olyan választókörzetbe kell indulnom a választásokon, ahol az elődeim példát mutathattak, hiszen Varga Mihály és dr. Fazekas Sándor indultak ebbe a körzetbe. Én Fazekas Sándor miniszter úrral beszéltem erről a dologról. Neki annyi kormányzati feladata volt, hogy ő úgy érezte, hogy kevesebbet tud itt lenni a körzetben, mint ahogy szeretett volna, és megbeszéltük, hogy jó lenne, hogyha én indulnék. A körzet Fidesz csoportjai maximálisan egyöntetően támogattak, tehát tavasszal én fogok indulni ebbe a körzetbe, és Fazekas miniszter úrnak ugyanolyan fontos feladatai lesznek a kormányzatban, mint ahogy eddig, tehát a munka nem változik. A karcagi csapat ugyanúgy együtt fog dolgozni, Varga Mihály, Fazekas Sándor és én is, és hát bízom benne, hogy sikeres lesz ez a választás, sikeres lesz az ország, és a térség szempontjából is. Ön ugye karcagi, elmondta, hogy nagyon szeret itt élni, és arra vagyok most kíváncsi, hogy a jövőben, hogyha ön lesz az országgyűlési képviselője a körzetnek, akkor fog-e ez módosulni? Hát alapvetően nem módosulhat, és hát messze van még a választás. De hát a harmadik, a legkisebb fiam jövőre kezd el az iskolát, már iskola előkészítőbe jár, itt jár Karcagon, mind a három gyermek, feleségem itt tanít, a Szent Annaiba, itt van a lakásunk, tehát nincs is hova menni. Tehát az a helyzet, hogy a két dolog összekapcsolódik. Az ember szereti is a szülővárosát, meg el se tudja képzelni, hogy hova menne ezen kívül. Tehát a dolog eldőlt, a karcagi a karcagon maradnak. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, további sikeres munkát kívánunk, és arra vagyok még kíváncsi, hogy mit üzen a kedves televízió nézőknek így évvégén és a jövőjére vonatkozóan. Én mindenkinek áldott boldog karácsonyi ünnepeket kívánok, és sikerekben gazdag boldog új évet, és kívánom azt, hogy minden álmuk váljon valóra. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy itt volt, boldog karácsonyt és boldog új évet kívánunk Önnek és családjának. Köszönöm. Kedves nézőim, mára megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, már a magam és a munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott békés karácsonyt kívánunk Önöknek, a jövő héten pedig visszavárunk mindenkit a képernyők elé. Viszontlátásra!